Az Óbecsei Erdőtelepítők parkjában 2016-ban építették ki a közvilágítást az önkormányzat költségvetéséből. Az elmúlt öt évben minden évben újabb pénzeszközöket kellett elkülöníteni a megrongált kandelláberek javítására. A károk helyreállítására eddig megközelítőleg egy millió dinárt költöttünk a községi költségvetésből. A felméréseink szerint a 11 villanyoszlop helyreállítása mintegy 450 ezer dinárba kerül. Az esetet a rendőrségnek is jelentettük, az illetékesek elvégezték a helyszínelést. A hét elején történt vandalizmus során a park közvilágításának a 30%-át tették tönkre, a 29 villanyoszlopból 11-et rongáltak meg. A községi vezetőséggel arra a megegyezésre jutottunk, hogy nem fogjuk megjavítatni a közvilágításon tett károkat mindaddig, amíg nem biztosítjuk a terület megfigyelését. Úgy tűnik ez az egyetlen módja annak, hogy megőrizzük mindazt, ami fontos a számunkra. Az igazgató ugyanakkor a polgárok figyelmét is felhívta arra, hogy csak is akkor lehet rendezett és fejlett a község, ha a közvagyonra mindenki odafigyel és vigyáz. A közvilágítás Kieépítése 5 millió dinárba került. Az elmúlt 5 évben a mostanival egybevetve megközelítőleg 2 millió dinárt költöttek a rongálások helyreállítására.